A rákbetegségek közös jellemzője a szabályozatlan sejtszaporulat, a betegség több formája pedig olyan életvitellel és környezeti tényezőkkel van összefüggésben, mint a dohányzás és az alkoholizmus hatása a szervezetre. A fejnyakdaganatoknál és a tüdődaganatoknál egyértelműen tehát a dohányzás, naponta legalább egy másfél-két doboz cigaretta elfogyasztása, illetve mellette egy alkohol fogyasztó életmód az, ami ezeknek a daganatoknak a gyakoriságát, előfordulási gyakoriságát messze menően megemeli az átlagpopulációhoz mérten. A daganatok nem válogatnak, nemtől, kortól függetlenül bárkit érinthetnek. A statisztikák szerint évente 60-80 ezer újrákos megbetegedést diagnosztizálnak Magyarországon. A leggyakoribb daganatos megbetegedések között van többek között a tüdő és prostatarák is. A 70-es, 80-as években rettegett gyomordaganat, rosszindulatú gyomordaganat, gyomorrák, ugye egy viszonylag stagnáló vagy csökkenő előfordulási gyakoriságot jelenít meg, míg korunk leggyakoribb betegsége, ugye a vastagbéldaganat, az egy meredeken felfelé ívelő tendenciát mutat. A női daganatoknál például az emlődaganatok szintén egy 10-15 évvel ezelőtt egy viszonylag meredeken felfelé mutató tendenciát mutat, míg napjainkban egy viszonylag stagnáló, tehát ez a felfelé emelkedő gyakorisági ráta, ez csökken. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében centralizált a rákos megbetegedések gyógyítása, csak Nyíregyházán lehet kemoterápiát vagy sugárkezelést kapni. A nyíregyházi kórház onkológiai tömbjét mintegy két éve adták át, az épületben a legmodernebb és leggyorsabb kezelések is elérhetőek. Ennek a CT-szimulátornak például az a feladata, hogy a már diagnosztizált és sugárterápiára váró betegeknél meghatározza a kezelendő területet. Ebből a modern lineáris gyorsítóból pedig alig van néhány darab az országban, a daganatos sejtek pusztítása így hatékonyan, modern berendezésekkel végezhető Nyíregyházán.